Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, evangélikus bibliaolvasó útmutatunk mai napi igéivel, ószövetségi igénk, Ézsaiás próféta könyvéből a 25. fejezet 8. alverse, véget vet a halálnak örökre. Újszövetségi igénk pedig a Filippi levél 3. fejezetének 10. és 11. verse, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, annyiféle módon próbálja meg az ember elkerülni a halált. Számtalan egészségügyi fejlődésen ment keresztül az emberiség az elmúlt évszázadokban, amelyek mind az átlag életkor meghosszabbítását célozták, minél inkább kitolni a földi lét éveinek a számát, lehetőleg szellemi egészségben, aminek a kimondatlan végső vágya az örök élet. Persze nem a keresztény értelemben vett örök élet, hanem a fizikai létben élt. Hogy erre a különböző technikai vívmányoknak köszönhetően képesek leszünk-e valaha, ki tudja. Talán pusztán technikailag lehetséges, de a bűnt nem lehetséges az ember földi életéből technikai vagy orvosi vívmányokkal eltávolítani, és az pedig együtt jár a halállal. Jézus Krisztus az, aki beteljesítette Ézsaiás proféciáját. Isten rajta keresztül vetett véget a halálnak örökre, mégpedig úgy, hogy Krisztus a bűneinkért engesztelő áldozatként adta magát. Nála nem a hosszabb vagy rövidebb földi élet számít, hanem hogy megismerjük őt és feltámadásának erejét. Akkor részesülhetünk a feltámadásban mi is, ha valóban örök életet szeretnénk magunknak. A modern világ nem elég bátor hinni a Krisztus feltámadása által lehetővé vált örök életben. Görcsösen ragaszkodik a születés és a halál közti rövid időben tapasztalható dolgokhoz, ez pedig beszűkíti a lehetőségeit, sőt, a félelem a haláltól így állandó tényezővé válik. A hit bátorsága ezzel szemben szélesre tárja az örök lét lehetőségét. Megkönnyebbülés tudni, hogy Ézsaiás proféciáját Jézus Krisztusra tekintve, a saját életünkre értelmezve is már múlt időben olvashatjuk. Véget vetett a halálnak örökre. Amen.